2023 Mini. Veszprém és a Balaton régió témái néhány percben elfoglaltaknak. Sziasztok, én Gellért Gábor vagyok. A mai miniben Heinz Gábor Bigát hallhatjátok, akit egy fűzfői koncertje előtt csíptem el néhány szóra. Kezdődik a Veszprém Fest. Augusztus 17-én pedig a História kertben az 50 éves LGT zenekar életművéből játssza el a legjobb dalokat a Zenevonat produkció. Ezt a csapatot annak idején Somló Tamás, Karácsony János és Solti János alapították, Bigával és Veres Mónika Nikával. Somló Tamás már nincs köztünk, Karácsony János pedig idén tölti be 70. életévét. A zenészek tehát emlékezni is, ünnepelni is fognak. Ez a 2 órás egyedi koncert várja a veszprémieket. Következzen Heinz Gábor Biga. Ahhoz, hogy valaki LGT dalokat játszon, az majdnem olyan, mint hogy a Beatles kéne játszania, mert hogy te olyat játszottál. Hát igen, nekem mindez megadatott, és megmondom őszintén, sokszor el szoktam mondani, hogy mint ahogy Beatles-szel 1500 koncertet játszottam le a kis és nagy színpadjain a világnak, továbbra is nagyon szeretem a Beatles, és nagyjából így vagyok az LGT-vel is, bár 1500-nál még nem tartunk, de nagyon-nagyon meg voltam hatodva és tisztelve, amikor Somló Tomi barátom jó néhány évvel ezelőtt felhívott, hogy csatlakoznék-e a Zenevonat produkcióhoz, és hát én, aki egyrészt LGT-n nevelkedtem, másrészt, mint kezdő zenész a szocializálódásom hajnalán, ez a meghatározó lépcsőfok volt számomra meg az életemben, úgyhogy nyilvánvalóan igen, és hát nyilvánvalóan minden másodpercet kihasználtam, nyilván elolvastam minden sztorit róluk, és alig vártam, hogy ezekkel az arcokkal együtt utazhassak egy buszba, egy öltözőbe, egy színpadon, úgyhogy én ezt nagyon élem a mai napig, sajnos Tomi már nem lehet velünk, az utolsó órák akik ott volt egyébként a színpad körül és a színpadon velünk mindenhol, de Solt János, Karácsony James még mindig ott van a Zenevonat produkcióban, és együtt játszunk a mai napig. Ugye ebben mindig ilyen nagy bukó lehetőség van, ahogy a Beatlesnél is. Mi az, amit csinálni kell? Mi az, amiben más kell csinálni? Mert nyilván, hogyha kimész, hogy ugyanazt meg akarom csinálni, mint az LGT, akkor el fogsz bukni. Az én szerencsém ebbe az egészbe, hogy én világéletemben zenész voltam, és semmi más nem akartam közvetíteni, csak pozitív energiákat és szeretetet. És ez mindig valahogy lejön a színpadról. Tehát valahogy engem nem nagyon-nagyon ritkán szoktak olyan szempontból megkérdezni, hogy képzeled ezt kikérem magamnak, hogy képzeld azt, hogy te nem tudom, Queen-t akarsz énekelni, vagy bármi, hanem maga az attitűd, tehát én tényleg szeretnék adni az embereknek, tényleg élvezem, amit csinálok. Volt egy tévéműsor, aminek a kapcsán LGT dalokat kellett átdolgozni ráadásul, az még nagyobb, nem is tudom, hogy mondják, ez istenkáromlás, mert azért ilyen dalokhoz hozzányúlni, ikonikus zenekarok legendás dalaihoz hozzányúlni, azért az tényleg egy nagyon húzós dolog. Én ezeket a dalokat, megmondom őszintén, a saját ízemre átformálva egy tévéműsor kapcsán, Ezek terítékre kerültek. Nagyon félve mutattam meg annak idején Somló Tominak, hogy ja Istenem, mit fog szólni hozzá. Egy hét múlva találkozunk, és azt mondta, hogy figyelj, egy hete körbe-körbe megy ez a 4 dal a kocsimba, és imádom, és nagyon. Úgyhogy akkor nagyon megnyugodtam, mert nyilván vannak fanatikus rajongók, akik ha nem az eredetit hallják, akkor valóban, ahogy mondtad, hogy képzeled ezt, hogy nem tudom, hogy hozzányúlsz ezeket. Én egy kicsit talán más vagyok. Szerintem a zenénél sokkal egyszerűbb és szabadabb dolog mindenkinek jár, mint hogy mindenki énekelhet otthon. A nagymamám, a nagypapám, a bárki, ha jól tetszik, a zene mindenkinek jár, és annak az öröme is mindenkinek jár. Ezek a dalok, én azt gondolom, hogy akkora slágerek lettek, hogy szerintem ez közkincs. Ez bárki, ezt te is énekelheted otthon a 4 fal között, vagy kint a strandon, vagy bárhol. Úgyhogy ennek a híva vagyok. Én ezeket az érzéseket, amiket én érzek belőle, amikor ezeket a dalokat előadom, ezeket szeretném továbbadni. És az általában ez a körforgás szokott működni. Ezt azért mondtad, mert nem ismersz eléggé, hogy én is énekelhetném. Hogy néz ki egy Zenevonat buli? Gondolom, a James elénekli a saját dalait. Te a Somló dalokat vállalod be? Képzeld, nem volt ilyen szigorú megkötés. Ez nem egy LGT koncert, sőt, nagyon-nagyon élesen elhatárolódunk attól, hiszen Tomi halála után ugye az LGT bejelentette, hogy ők LGT néven nem koncerteznek már így. Úgyhogy ez nem egy LGT koncert, ez egy LGT komplett életművet felölelő produkció, ami azt jelenti, hogy olyan dalokat is műsorra tűzünk, amik nem feltétlenül az LGT-től lettek ismertek, hanem annak idején az LGT szerzői munkássága vezetett odáig, hogy mondjuk
mondjuk Katona Klárinak, Kovács Katinak, Révés Sándornak és meg annyi ikonikus előadónak írtak lemezeket és nagyszerű slágereket. Úgyhogy nálunk ezek a dalok is műsoron vannak. Éppen ezért lehet az, hogy Veres Mónika is ugye oszlopos tagja és front ember ennek a produkciónak. Ő énekli például a Kovács Kati és Katona Klári dalokat, illetve nagyon sok olyan kollab van, amikor én Nikával éneklek közösen, James-el éneklek közösen, van, amikor James énekel Nikával, amikor hárman, és James is énekel olyan dalokat, amiket lehet, hogy annak idején nem ő énekelt, most éppen ketten-hárman. Én van, amikor Presser dalokat is éneklek, Somló Tomi dalokat is, van, amikor például Nika énekel olyan dalt, amit annak idején nem tudom, a Tomi és a James énekelt együtt. Úgyhogy nagyon érdekes, és egy kicsit talán maiban és frissebben játsszuk, mint annak idején 1975-ben ez divat volt. Most talán más trendek vannak, egy kicsit talán rokkosabb, egy picit talán maibb az egész, de talán ennyiben más. De hát felszántjuk a színpadot nyilván, amennyire lehet. Minden szempontból rendhagyó ez a koncert, hiszen idén 50 éves az LGT, és 70 éves Karácsony James, tehát hogy ez egy dupla jubileum idén, ami nem ismételhető meg. Úgyhogy egyrészt Karácsony James is fogjuk ünnepelni, az LGT-t is fogjuk ünnepelni, megköszönjük ezt az elmúlt 50 évet, amit adtak ezek a dalok az embereknek, úgyhogy ez szerintem egy nagy ünnep lesz, és egy nagy respekt a mi szempontunkból ez egy köszönetnyilvánítás az LGT-nek és a zenének. Hogy épül fel egy ilyen koncert? Hát a műsor elég komolyan meg van koreográfálva, tehát én ezzel rengeteget dolgoztam. Bizonyos dalok össze vannak kötve zenei elemekkel, instrumentális részekkel, össze vannak kapcsolva dalok, úgyhogy eléggé intenzíven és változatosan használjuk azt a spektrumot, amivel csak így élhetünk. Rendhagyó módon kiegészül ez a produkció néhány sztárral, többek közt Falusi Marian, Mező Misi, Vitáris Iván és Roy, akik mindannyian köthetők valamilyen szinten az LGT-hez. Falusi Marian nagyon-nagyon sokat koncertezik a mai napig Presser Gáborral, Vitáris Ivánék nagyon-nagyon komoly lexikális tudásra rendelkeznek az LGT-ről, az Iván and the Parazol koncerteken rengeteg LGT megemlékezés van és átdolgozás, úgyhogy rengeteg dolog, Roy is tagja volt ennek a Respect Teamnek, amit mi most itt elhozunk Veszprémbe, úgyhogy mindenkinek egy kötődése van valamilyen szinten az LGT-hez, úgyhogy szerintem ez egy méltó megemlékezés, ezt én azt gondolom, hogy a magunk módján mindenképpen köszönetet fogunk nyilvánítani és ünnepelni egy picit. A Falusi Marian lehet tudni, hogy mit fog énekelni, vagy a Vitár is? Azt hiszem, hogy titkos szobák szerelme lesz, igen, tehát, és még a Marian nem is tudom, hogy mi van, még a Vitár is Ivának lesz Kotta nélkül, az biztos. Ezek mind olyan dalok, amik eddig nem voltak terítéken és műsoron nálunk, úgyhogy ezért is örülök neki, hogy végre lesznek újdonságok. Roy, annyi mindent nem szerettem még, az biztos. Aztán mindenkinek két dalon, de valamiért mindenkinél csak egy dalra emlékszem. A Mezőm is az Valaki mondja meg, az biztos, 100%. A többire nem emlékszem. Közös dalok is lesznek egy ilyen We Are The World-ös, teljesen ilyen abszolút ilyen all-stars. Nagy erezzel a hajam lesz. Hát erre számítunk, és erre készülünk, úgyhogy várunk mindenkit nagy szeretettel. Ez volt a 2023 mini adása. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ha tetszett, kérjük, hallgassátok meg a rendes heti 2023 adását is. Megköszönjük a követitek Facebook és Instagram oldalunkat, valamint a veszprémbalaton2023.hu című weboldalunkat is. Gellért Gábort hallottátok.